175 éves Szent István Társulat kiállításán vagyunk az Országos Széchenyi Könyvtárban. Könyvkiállítás. Akkor miért nem könyvekről beszélek, hiszen itt a bőség zavara néz velem szemben, hanem egy épületről szeretnék beszélni, a Szent István Társulat Szent Király utca 28 szám alatt található palotájáról. Ez volt a kiadónak a saját könyvpalotája, amiben úgy gondolták az 1890-es évek végén, hogy a nyomdát és a kiadói székházat egy épületben kell működtetni. December 18, 1891, másfél évi munka után elkészült a Hofhauser Antal által tervezett épület, háromszintes neogót épület, amiben helyet kapott a díszterem, különféle tanácskozó termek, nyomda és igazgatói lakás és 14 lakás. Tehát a nyomda működését, amely ebben a korban már részvénytársasága alakult a gazdasági követelményeknek megfelelően, ebből a pénzből is tudták támogatni. Egy korszerűen felszerelt nyomdáról volt szó, egy szép és ízléses neogót palotában, ahol több mint 80 szakember, több gépmester és nagyon sok tanonc tanulta a szakmát. Ez volt az a nyomda, amelyiknek Stephaneum nyomda lett a neve, és amelyik évtizedre meghatározta a magyar katolikus könyvkiadásnak az egészét, a volumenét, és ennek köszönhető az a nagyívű fellendülés, ami a következő évtizedekben, a 20. század első felében bekövetkezett. Ez a nyomda nem csak saját munkát vállalt, hanem bérmunkát is tudott vállalni, azzal is a Szent István Társulat céljait tudta elősegíteni. Én úgy gondolom, hogy aki a, nem csak a régi könyvek, hanem a régi könyvek előállítása iránt érdeklődik, itt a képeken, korabeli fényképeken látja, hogy hogyan is készült a könyv, és mindezt a kiállításon január 31-ig megtekintheti. Várjuk Önöket!